Biztos védték a redstone-t. Ezekben voltak a silverfishek amúgy Nem itt. értem, hova tűntek. Na mindegy. Lehet, hogy időben megfékeztük őket. És ezek így melyik blokkba mennek bele? És ez mitől van? Ez mit jelez? Itt van a portál, vagy? Ezt a jelölést kiszed? És itt leássunk nem akkor, tudom, vagy én mi? itt így tágítsuk ki ezt a helyet. Emellett kéne eldobni egy ilyen kis bogyócskát. Igen, az. De a silverfishek azok Csak ahhoz ahhoz le közel kell vannak? Jó, menni, ott is van. igen, az ott van a... Valahogy hívják, ja. Nem a toronyról, a magas toronynál ott el kell... Tehát ennek a fel... Csinálni kell egy térképet, megnézni, hogy e fölött mi van, konkrétan e fölött. És akkor... Szerintem a torony. Nem, a torony az arrébb van, tudod, ahonnan jöttünk Az arra. lehet. Egy ilyen járaton jött. Szerintem mindjárt a ház alatt vagyunk, és Nem, itt egy én néztem, redstone. hogy nem vagyunk azért annyira mélyen, ugye annyira arra, ház irányába. Pedig az jó lenne amúgy. De az vicces lenne. Egy térkép kellene, és akkor az szerintem jó lenne, Hoztam hogyha az fáklyát. arra van, és akkor csinálnák egy... De lát... Ez mi? Aha. Ez bedrock? Basszus! Ilyen csak más textúra pakon van, és én ezt még nem jó a vas. Redstone. És én nem láttam ebbe izét bedrockot. Csináljuk úgy, ahogy szoktuk. Zolival. Jó, de ennél magasabban szokott lenni, tehát 5 magasságra szokott lenni. 5-től nem tudom hány magasságig van a gyémánt. Bedrocktól, tehát legalsó bedrockig ások. Múltkor úgy csináltuk, hogy izé 6-on volt a padló. 2, 3, 4. A ház már jó, ez már jó, ez jó sáv, amit társunk pont. Menjünk, amelyik tudunk. Jó, te ásod. Emerald. Ó, de jó. Jássam, ásod, jó. Hogy találtok ennyi emeraldot? Ez nagyon jó előre, hely, amúgy szerintem. Más ez jó hely, nem? Nem tudom, csak úgy véletlen belementem ebbe az izébe. De baromi nagy mázli. Vagy jó, nagyon, mi az, macska mázli, vagy mi? Baromi az nem. Hogy mond? Macska mázli. Azt mondtad, hogy valami macska rúgja baromi meg, vagy ilyeneket. Az nem rossz. A barom az izé, az a tehénnek mezőgazdasági megnevezése, vagy valami ilyesmi. Maximum. Zoli ki akartad fejezni. Jó, de jó holnap nincs súly. Ja. Ó, de jó. Mondjuk ez attól függ ki, mikor nézi meg hát a videót. Igen. Jó, akkor mondjuk azt, hogy március 27-e van. Szerda van igazából, mit mondom, hogy csütörtök van. Lehetett, hogy sákányom, megyek vissza egy újat. Csinálok crafting table-t, és van nálam bot, és tudunk csinálni kementét is. Fos is van nálad? Még több van. Van. Mondjuk csak 2, úgyhogy hallod, eddig 2x64 vas van nálam plusz 18, és most még meg lesz még plusz 20 vas nagyjából. Ez mi? Na jó, mindegy, lekakilom. Jó, még egy vas jöhet ide is. Felmegyek most már, mindjárt feljutok úgyis. De ne teljesen a gyémánt csak nem ért. Addig azért. Én csak a cuccaimért. Á, csonti! Leesett. Hova spannolt? Na jó. Ezt kicsit jobban ki kell világítani, úgy döntöttem. Redstone emeraldot lepakolom. Üszek egy pár vasat. Többet leteszem. Ből, nem kell. A redstone-ból múltkor elegünk volt amúgy. Kicsit volt egy pár darab. Az úgy fura. Ilyen olyan 5x64 csak. Nálam van párszor 64 redstone. Nekem a vasból, kezelegem de lenni. De nem baj, az azért jobb. Ebben a texture kell mondja, Dáron amúgy. Most ebben a texture bagben, van a summer fieldsben, vagy mi ez. Az van, hogy például a fű, az most nem tudom, valahogy nekem nincs beállítva, de így mozog. Tehát jó, de nem úgy mozog, de magas, így pixelenként, de így mozog. Tall igen. Grass névene. Igen, a fű blokk. Igen, és... Hallod vissza. Jó, és... Jó, az a emerald megint az basszus. Jó. A kakas. Kakas. Emerald kakas. Neked a basszus barom, komolyan... Lefogok. Ó, itt is emerald, ez nem igaz. Már csak gyémánt kéne. Nem, tudod mit? Hogyha mondasz valami csúnya szót, akkor azt kell mondani mögé, hogy kakas. Tehén kakas. Emerald, vagyis kakas, emerald, tehén, emerald. Vagyis kakas, tehén, macska rúgja. Vagyis mi van?
Na jó, hagyjuk az egészet, kész. Eldobtam a csákányom. Jó, hagyjuk az egészet, és így kiavált egy boromi rondat. Ezt én sem bírom, amikor tudod, így a Minecraft videósok beodíznak mindenféle csúnyát, hogy hogy az a mit tudom én mi, meg ilyesmi, de olyan dologért, hogy amiért még nem is kéne így mindenféle csinálni. Nagyon a tekintetes egyik részében. Creeper felrobbantotta a két részes munkáját, amit két 15 perces részen keresztül csinált, és baromi sok nyersanyagba került, ő pedig csöndben maradt, és nem szólalt meg semmit, tehát hogy nem érdekelte. Ja, meg akkor is, ami, ja, az nem, a hardcore, nem vagy mi? Nem hardcore, hanem a... A hardcore-ban is nagyon durva volt, hogy ott fenn a dzsungelfa tetején a... Lerobbantotta a creeper, nem? Igen, de úgyhogy el volt, tehát a dzsungelfa tetején, ahol még nem is számítaná a creeperre, hardcore-ban, és akkor... hogy volt, a cukornát között volt a creeper, és ott már valakik írták is, hogy nem tudom, 9 perc 58-an látszik a... Oj, láva! Vigyázzál! Jó, azt ott betömjük. Nem feltétlenül lehet mindent látni, én sem látok mindent, senki de. Nem lát mindent. Így utólag könnyű. Tudom, hát meg főleg, hogy ott... Jó, akkor most elkezdünk el két irányba, ne Tamás, vigyázz, de... Te is nézd arra, mert te jobbra, én meg balra. Erre lehet menni. De ne így, én úgy gondoltam teljesen hát, jobbra. Nem lehet menni, itt is lába van. De, jó, már értem, nézd, jobbra, teljesen értem, jobbra. És én meg teljesen balra menjek, vagy mi? De akkor én meg bekötök, hogy izében fogok menni a... Nem fogok bemenni a láva alá? Viszont azt meg kéne nézni, hogy a láva fölött mi van, ha itt is láva. Akkor viszont gyere erre. Ez így eddig kifolyhat, jó? Ez így jól néz ki, ilyen stylos. Igen, amúgy ez jól néz ki így. Summerfield. Gyere akkor te is erre, hallod? Nézd meg, basszus, itt nagyon sok láva van. Ez a kuka? Cobblestone, rotten fresh. Az most mondjuk pont kell. A rotten... Jó lesz kajának most, úgy érzem. Ide csináljak ládát? Nem kell szerintem. Crafting table-t meg a redstone amúgy. Ott van jobbra. Enyhén szólva sokba sokkal állt. Ne csináljak szentet crafting table-t, amúgy föld. Nálam van ásó. Crafting table sarkon lesz, ott is van vas. Crafting table-t és egy crafting table. Crafting table. Ja, már van itt egy crafting table nálam. Hát tudod, hogy mennyi ízés sikerült szereznem? 2x60 plusz 35. Aha. Van egy ilyen érzésem, hogy elég lesz a vas. Nekem meg 64 plusz 3 redstone. Nekem meg... Ezt azért mondom, hogy 3, mert nem tudom. Én nem tudom, ahogy hívják ott. 264 került. Ládát csináljunk, hogyha belefutnánk. Ugye ide is csinálok azért egy ládát, ha belefutnánk valami lávába. Mondjuk itt van mellettünk a láva, de... Jó. Itt mondjuk pont jobbra tettem a fákjákat, úgyhogy nem baj. Csinálj már egy vascsákány nekem. Hát most szerinted kiállna? Hallod, csinálj már egy vas csákány. Jó, de várj, akkor már kemencét vas is csinálok. Vas van nálam. Nálam meg izé, három darab. Jaj, tudod, sütő. Mi a sütő? Nézd, csináljuk inkább ide a sarokra, hogy sokkal jobban fog kinézni, mert itt jobban is lehet. Tedd be azért oda. Jó, de várj, még ne tedd be, mert ide csináljuk inkább itt a szénre. Most kell szén, szén is kell az izé fűtés. De akkor ehelyre rakjuk, jó? Ilyen betűmöm. Igen. Fűtés. Most úgy mondom. Ez olyan, mint a Sirius mondja, hogy mindig nem... mindig mindenki mondja neki, hogy mondja úgy, hogy vas, de ő meg visszakott mondani. Fém. Igen. Na akkor ide megy egy ilyen. Ne. De. Nem. A crafting table az nem ide megy, azt én... Igen. Na, te vetted fel. Ide középre menjen. És erre nézem, így, és ide megrakom a kemencémet. Felém. Vagy még jobb. Ne. Te is így néz. Vagy ne, akkor legyen itt. Na. Akkor köszönjünk el. Az új berendezésekről a következő részben. Hello.
Hello, Tomi vagyok, és ez itt a Survivor Áronnal és Zolival. Köszönöm szépen. És nincsen semmilyen szerkezetek, amit az Áron az előző videóban már csak hülye volt, és azt mondta. Ja, hova rakjam ezt? Chestet? Mert felvettem. Szerintem igaza volt a berendezéssel kapcsolatban Áronnak. Mert milyen berendezés lesz? A föld alatt mi építkezünk, Zoli, nem szóltunk neked, bocs. Mennyi íző van benne? Szén, akkor én is odarakom a szenemet. És a vas, ami kijön, azt megrakom a ládába. Azért hoppert ne csináljunk. Csináltam neked egy, hogy hívják ott. Nem ti mondtátok, hogy ne csináljunk automat a ládát? Mondom, hogy ne csináljunk. Azért hopper nem kell, ezt mondtam. Tudod, pont most mondtuk, hogy ne csináljunk. Rakjak bele kettő kőkardot, mert az nekem nagyon nem kell most. Nekem se kell. Ez nem valami értékes. Vasat azt hagyjuk itt, én úgy érzem. Mert? Pont, hogy azért jól jön. Járt, mondjuk, ha elönt a láva, mondjuk itt lent, de nem lesznek szörnyek. Akkor viszont adok egy kőkardot neked. Nem kell, de a kardot ott van azt hagyd itt. Egy kőkardot adok. Jó, az én, ott, én ott vagyom a kardot. Én is itt hagyom. Csinálj, akkor legyük már egymás mellé, vagy... Jó, tedd egymás mellé, én addig folytatom a munkát. Csináltam jó, neked. Ennyi van nagyon haszn. Ennyi van nagyon használt, és az új, tiéd meg használt, a... igen. Ennyi pedig a közepesen. Akkor csináljuk úgy, hogy igazságos legyen, hogy tiéd a semennyire nem használt, ennyi meg a két kicsit rozzant. Mindegy. És a 13 vasat is még belerakom. Jó. Süssük, főzzük, na. Gyere, folytassuk a járatot. Cobblestone-t ide rakja. Cobblestone, az nem kell, várjál. Mit? Csákányt? Van egy, igen, kösz. Na, azt szerintem tőled jött. Igen, én dobáltam csákányt. Így, azt szerintem így se kell most, én pont. Nálam van, úgyhogy nem baj. És fa... Tehát most nem tudom, vigyek-e baltát. Várj egy picit, anyu, most videózunk. Némítsd el a mikrofonod, és aztán dumálhatsz. A stick az még jól jöhet. Redstone fákja kell nekünk. Az van. Jó, nálam is van egy pár, de nem túl sok. Ez a bot is jó, hogy ott van szerintem nálunk, meg a fa. Ja. Fa. Jó, ezeket a helyeket én betűm, én szeretem, hogyha egyenes helyet. Oké, vidd fel és csináld meg a Schindler rendszert, légy szíves. Várjál, tele van az inventorim. Mi nem kell. Semmi. Rotten flash nem tudom. Az amúgy egy ilyen túlélő kaja. Mármint hogy úgy értem, hogy ha baj van, ha nem, akkor is azt meg tudod bármikor enni. És feltölti az életedet. Mert abból mindig marad. Tehát úgy értem, jó, most mi kidobtuk a lávában, de engem nem marad, hogy kidobtuk. Én nem dobtam ki, nálam van. Tehát én nekem fog kell lenni szerintem. Nekem más kajam is van, itt van döccom. Nekem nem nagyon van azért. Nem dobtam ki. Van itt szén, azért az jó. Ja, miért nem szóltál, mert állam van izé 43 disznóhús. Gratulálok. És miért? Ja, hogy a Tominek nincs rendes kajája. De még egy csirkém van. Egészségtelen kajákat zabálsz, de. Igen. Túl sokat jártál a Mekibe. Ezért lesz ilyen kövér. Amúgy a Tamás egyáltalán nem kövér, aki kérdezni. Inkább a dagadt kínai osztálytársam, aki negyedikbe volt 60 kilós, az kövér. Meg az olyan volt, hogy hívják, hogy beleütöttél egyet a hasába, elnyelte a kezedet, de így csuklóig, aztán hogy hívják? Aztán így egyszer csak így kilövelt, emerald. Mi a franc? Mi csináljunk ennyi emeralddal? Keresünk tehát egy rohadt falut, és hogy hívják? Kereskedjünk. De hogy együk meg, az egészséges. Ja, biztos. Jó, hogy csináljunk belőle urániumot akarsz enni. Figyelj, a zöld a kedvenc színem, úgyhogy az biztos jó akkor, hogy a zöld. Figyelj, jó, hogy nem urániumot. Meg a zöld a környezetvédelem színe is. Jó, és az uránium az környezetvédő. Persze, hogy az. Ennyi erővel Áron egyél urániumot, ez is zöld, elvileg. Hát tök jó, hogy ilyen homokot kiásol, és a homok alá gyorsan beraksz egy... Jó, ez fákját, van. Igen. Egy fákját, akkor igen. Nem tudom, mitől van. Tehát, hogy ez miért rakták bele, meg mire jó, meg... Csak segíti a játékosokat.
Hát nekem nagyon sok hasznomra vált. 2x64 plusz 55 vasat raktam be a ládába. Oké. Okay. Most égest ki. Plusz 34. Most égest. Jó, nem égeztem meg úgyse, úgyhogy... Zali, akkor most égest ki. Tamás, hogyha azért egyedül vagyunk itt, akkor mindkettőt ássuk, jó? Ja, jó. Helyenként ástam a tiéd is. Ez már biztos ott van a ház alatt, most a pont... Ja nem, most... Gyere, most arra ásunk. Igen. Szerintem már átmentünk a házunk Zali, alatt simán. Zali, te látod valahol a nevünket a föld mélyén? Nem. Hát, csináljunk itt egy járatot föl, hogy hol van? Vagy inkább csak menjünk teljesen vissza, mondjuk ez kicsit sok. Tényleg, még most, amíg nincs olyan sok, menjünk vissza, csináljunk gyorsan térképet, jó? Ugye még ennyit kiások, amennyi... Jó. Nézd, ennyit kiások, amennyit itt tudok így. Jó, és ennyi. Ezt még itt alatt a végigásom, és most már... Vagy következő ércig, mondjuk úgy, na. Jó. Az egyikünk talál valami ércet. Bedrock érc. Ha kisütött, kapsz belőle bedrockot. Mostantól neked kell fáklyáznod. Jó, most pont előbb akartam. Meg görgetek át fáklyára. Érc. Jó, megvan. Ez nagyon túl gyors, ez így nem izgi. Nem. Bányászás számomra soha egyet. Nem volt. De keressünk már még. Nekünk basszus is, kéne, vagy csirke, vagy kakas. Tehát ez van akkor, hogyha egyenesen ásunk, és közben ezek így össze-vissza helyezkednek el. Aj, menjünk tovább még egy picit. Jó, menjél. Te nem jössz? De mindjárt. Jó, kiásom a tiédet hátulról, és akkor annyi. Nem kell. Van nála másó. Látom nálad is. Nálam is. Jó, még ásunk tized. Egy. Két. Te számolsz, én megyek. Há. Négy. Öt. Hat. Basszus. Kakas. Úgy van, várjuk szét a berendezést is. Hat volt? Jaj, már elfelejtettem. Mindegy. Jó, menjünk át a sódermezőn, aztan menjünk vissza. Várj a sódernél, használom a fáklyás módszert, várj a követ, ássuk ki. Ez így, oda a fákja. Amúgy hol jó, az a totem oszlop? Ez? Hogyha balra sódernél nem működik, nem működik. Házunktól, akkor ott lesz valamerre. Jó, akkor még itt ásadsz valamennyit, én meg betömöm azt, hogy a fejünk fölött van, mert ezt nem szeretem, hogy én már mondtam. Is, jó, ennyi elég, nem? Szerette. Itt van szén, megvan a következő, menjünk vissza. A szén az nem ért, szerintem, de mindegy. Ért. Jó, megvan a szén, jó, azt már ne szedjük ki. Azt úgy hívják, hogy ásványi szén. Jó, leszarom, de az csak is ért, számít. Látszik, hogy itt Tamás fákjázott, mert ez bal oldal, vagy jobb oldalon volt a Tamás. Az esett kézre, bocsánat. Hogy ez milyen hosszú, úgy? A vas, hosszú. Itt ezt nem ástunk ki. Nem ástunk ki vasat. Figyelj Áron, és nem, még csak mondom, hogy itt van vas, majd ássuk ki. Jó, te meg mész tovább, hogy majd...